hazai meccshez képest miben kell változtatni a Paksnak? Hát én úgy gondolom, hogy egy teljesen más mérkőzés lesz. Nagyon sok párharcot fognak kialakítani, vagy megpróbálnak kialakítani. Nagyon sokszor megpróbálják majd a 16-osunkra fölívelni a labdákat. Ezt kell majd hatástalanítani, illetve hát többet kell támadnunk, mint a hazai mérkőzésen, de ezt megfontoltan kell tenni. Ugye a skótok edzőt cseréltek, ez nekünk jó vagy rossz? Hát igazából a edzők sorsa ez már csak ilyen. Én megmondom őszintén, nagyon sajnálom, mert egy nagyszerű embert ismertem meg, Jeffrey személyében. Nagyon sokat beszélgettünk mérkőzés után, mérkőzés előtt is, és nagyon szimpatikus volt. Hát az, hogy jó jött nekünk, vagy nem, én úgy vagyok vele, hogy egy biztos, hogy ilyenkor mindenki nagyon motivált, tehát a játékosok nagyon motiváltak lesznek, hiszen akik bizalmat kapnak, azok mindent meg fognak tenni, hogy bent tudjanak maradni a csapatba. Ha esetleg egy-két olyan játékos is szerepet kap, aki eddig nem játszott, abba is meg lesz a bizonyítási vágy, de egyébként is úgy gondolom, hogy egy nagyon motivált csapattal fogunk találkozni. Hát a Paks sem rossz igazából, és ugye a Paksnak mindig is abban volt az ereje, hogy egy csapat. Ugye most beszélgettünk Weyerről, aki ugye nem játszhat, őt hogyan lehet majd pótolni, illetve hát kell-e egyáltalán? Hát természetesen nem öröm, hogy a Gabi nem szerepelhet ezen a találkozón, hiszen nagyszerűen játszott a hazai mérkőzésen is, de hát meg kell oldanunk, nem 11 emberből áll egy csapat, a miénk sem, tehát aki majd szerepet kap, bízom benne, hogy az is tud bizonyítani. Tehát megpróbálunk bravúrt elérni, de azt azért szeretném hozzátenni, hogy nem kis hitűség, de a skót csapat az esélyesebb. Ugyanakkor voltunk már ilyen helyzetben, a Tromsőhöz, amikor látogattunk, akkor sikerült a bravúr, hát most is nagyon bízom a csapatban.